lehet, hogy rossz tükröt használsz, és nem azt látod, amit kellene? Hm. Ez is egy érdekes kérdés, ma ezt fogjuk megbeszélni. Ezért üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Kezdjük is! Szóval a tükör. A tükör, ha nem görbe legalábbis, akkor elméletileg a valóságot mutatja, de a kérdés az, hogy azt kell -e látnod. És erre mondok egy egyszerű példát, ami nemrég történt meg az egyik mastermindon. Eldöntötte a társaság, hogy csinál adásokat, a részleteket majd talán idővel meg fogom veled osztani, de most nincs jelentősége. És van olyan tagunk, aki azt mondja, hát én figyelj Istán, én orvosok, én nem tudom, hogy, hogy hogyan tudok én ebbe beleilleszkedni. És ahogy tegnap beszéltük, pár jó kérdéssel meg tudtuk találni azt a, azt a síkot, ahol ő be tud illeszkedni az üzleti előadásokba, sőt, nagyon-nagyon jó példákat is tud hozni, akár a saját praxisából, a saját szakterületéről, annak ellen, hogy orvos, egy profi orvos. És ez történt. Most eltelt egy hét, és föltett például az első hanganyagot, ami egészen kiváló volt. És az a baj, hogy amikor ő saját maga meghallgatja, mondjuk a hanganyagát, tehát magyarul tükörbe néz csak a hangot, figyeli, akkor ő neki van egy szűrő a fejében, ami azt gondolja, hogy nem elég jó. Én meghallgattam a tananyagát, vagy hanganyagát, és azt mondtam, szuper. Nem azt mondom, hogy nem lehet rajta javítani, van egy pár technikai dolog, de alapvetően kellemes és örömteli hallgatni, és az embernek leköti a figyelmét, ami ritka dolog manapság. Szóval, ha ő saját maga egy, mondhatni, tökéletes tükröt tart, mert visszahallgatja ugyanazt a hanganyagot, vagy egy videót fölveszel, mint én is, és ugyanazt a videót visszanézed, akkor azt jelenti, hogy a tükörbe valós képet látsz, de nem, mert becsap az agyad, mert hozzáteszi az előítéleteidet. Ezért keres egy igazán jó tükröt, egy olyan tükröt, amely, amelytől fejlődsz. Nekünk ez a mastermind például, Mondod ne egy tükör, hiszen ott a legtöbben van egy önképük, van egy önmaguktól elképzelt, nevezhetőd önbizalomnak, vagy bármi egyébnek, és azt hiszik magukról, hogy ez a valóság, mi kívülről pedig egy tükröt tudunk neki nyújtani, és ebbe a tükörbe el tudjuk mondani, hogy milyen szuper. És ez nem egy ilyen vakúra optimizmus, hogy jaj, persze, nem baj, hogy egy lábad van, de te olimpiai bajnok leszel, nem a paralimpián, a normálisan ám, mert ha el tudod képzelni, akkor meg is tudnám csinálni, mert kinő a lábad, tehát nem ilyen hülyeségre gondolok, már bocsánat, hogy ezt mondom, de szóval nem ilyenről van szó, hanem valóban olyan tükörről, amikor a valóságot mutatjuk, de talán mégse teljesen. Tudni, hogy egy jó vezető, hogy mondja Maxwell, az nem azt látja az emberben, amilyen most, és ez a tükörnek a lényege, egy jó tükörnek, hanem azt látja, ami lehetőség van benne, és ezt mondja neki vissza. És pont ez történt, ma is írtam neki egy visszajelzést a, a föltett hanganyagról, mert tényleg nagyon tetszik. Tehát ez nem egy ilyen általános dolog, tényleg nagyon tetszik. Volt egy csomó hiba, amit én leírtam, hogy ki kéne javítani, de tényleg nagyon jó. És ez a kérdés, hogy neked van -e egy olyan önfejlesztő tükröd, a mentorod, coachod, vagy mastermindod, aki látja azt a potenciált, amit benned van, amit te magad se látsz, és nem hiszel el magadról. Ha ez nincs, akkor, 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 szarba vagy. Mármint olyan szinten, hogy képzelj egy olimpiai bajnokot, aki, aki elveszti az edzőjét. Azt a kiváló edzőjét, aki kihoz a aki látja benne már, ugye egy vezető, látja benne azt a potenciált, ami benne van, és segíti kihozni belőle. Úgyhogy nagyon gyorsan, nagyon gyorsan keres egy olyan mastermindot, vagy csapatot, egyébként október 16-án úgy tervezem, ha összön a létszám, úgy tervezem, hogy fog indulni ilyen mastermind csapat, legalább egy vagy kettő, mármint értem az első az vállalkozói szabad csoport lesz, de meg fogod látni, nagyon-nagyon fontos az is. Én most látom itt napról napra, mert mi már akkor láttuk az egy, egy másik tagunkba azt, hogy zseniálisan jó videókat csinál. És ő biztos tudja, kire gondolok, az erdőbe szokta fölni a videóit. És én már láttam benne a potenciált, a legelső alkalmakon, amikor felvettünk egy-két videót. Ő még nem. És most már elkezdte a csatornáját, és már ő is kivirágzik, és mindenki látja benne a potenciált, a lehetőséget, sőt, egyre jobb tudást tud átadni, és egyre több közönsége van, és ügyfeleille vannak abból a nem sok feliratkozóból, ami már most van. Tehát van egy jó tükröd? Mert sajnos az önképünk, a sokszor egy görbe tükör. Van valaki, aki, aki, aki pozitív tükörként mentorál téged, de nem rózsaszínű tükör, hanem olyan potenciál tükör. Szerintem érted, mire gondolok. Hogy ez a gondolat, amit ma szeretném, hogy elgondolkozzunk együtt rajta, elgondolkozzál te is, és esetleg erről beszéljünk majd október 16-án, pénteken, bocsánat, pénteken, 19 órakor a vezetés napján, mert a vezetőnek az egyik legfontosabb feladata, és hidd el, ez a Maxwell tajtásnak az egyik alapja, sok más dolog mellett, az egyik nagyon fontos, hogy meglássa azt a potenciált a munkatársa vagy a követőibe, amit még ők maguk nem látnak, de ez nem elég, hogy ki is hozza belőlük. Wow, ez az igazi siker. Ezt a sikerült élem meg egyébként én a mastermind -ba. Úgyhogy sok sikert kívánok neked is. Találkozunk október 16-án legkésőbb, de addig egy napi vitaminba. És keres egy jó tükröt. Ciao.